az elmúlt hetek másosan szólnak csak arról, hogy itthon hogyan tudjuk a karantént elviselni, miket tudunk itthon csinálni, milyen szórakozási formák vannak, ugye tudunk otthon tornázni mindenféle applikációval, ugye ezeket már Csiti nagyon jól bemutatta, ugye nézhetünk koncerteket, megrendeljük az ételt, de mi van akkor, hogy egy kis kultúrára vágyunk, ugye mondjuk a koncertek mellett, hát már olvastunk róla, hogy vannak interaktív kiállítások, de az ember ilyenkor egy kicsit szkeptikus, ugye, hogy most akkor ott van egy kép, de hogy ez milyen formában látjuk, esetleg milyen felbontásban, az ez mégse ugyanaz, mint ha jövőben látnánk, meg stb. De hát nyilván ezek is fejlődtek a közelmúltban, úgyhogy nézzük meg, hogy ennek hol tartunk. És itt velünk Flóra. Szia! Szia! De mi kiválasztottunk nektek négyet, amik azért is érdekesek, mert mindegyiknek más a technológiai megoldása is, hogy egy picit azért ugye, ha már kiber ma, akkor egy picit a technológiába is belemenjünk, és itt vagyunk a Magyar Nemzeti Galériában, ahol hát nem feltétlenül eljönni, de munkácsi kiállítás van gyakorlatilag. Nem tudom, te mikor voltál utoljára, vagy egyáltalán te szoktál járni egyébként a Nemzeti Galériába? Akkor szoktam menni, amikor mondjuk van egy-egy olyan időszaki kiállítás, ami mondjuk így felkelti az érdeklődésemet. Egyébként legutóbb a Frida Kahlo kiállításon voltam itt, illetve volt egy szürrealista kiállítás is nem olyan régen. Úgyhogy azért időnként ellátogatok, de mondjuk hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy minden hétvégémet itt töltöm. De... Egyébként szerintem a Frida Kahlo kiállítása szürreális volt olyan szempontból, hogy amikor én voltam, akkor olyan sokan voltak, hogy nekem teljesen megölte az élményt. Gyakorlatilag egy futószalag effektus volt, tudod, hogy igen, egy fél percet volt megnézni, igen, a képet, aztán már jött a következő. Na hát itt most nincsenek ilyen gondjaink, és nézzétek meg, hogy ezek a kis fehér, ilyen kis körök, ezek azt jelentik, hogy tehát amikor először láttam ezt a megoldását a Magyar Nemzeti Galériának, nekem első nem tetszett, mert nem olyan jó felbontású maga ez a kép, tehát ha egy picit ugye így rázumolok, akkor látjuk, hogy már itt eléggé homálykás kezd lenni, és nem olyan nagy élmény megnézni a képeket, hiszen ezeken a képeken ugye fantasztikus részletek vannak. Na de, ha rányomunk erre a kis fehér pöttyre, akkor itt már is megjelenik ugye a kép sokkal szebben, és ezt ugye ezt is meg tudjuk nézni ugye teljes képernyőn, tehát gyakorlatilag, és bocsánat, hogy ki is teszem teljes képernyőre, tehát gyakorlatilag, na így már azért meg tudjuk nézni, nyilván nem ugyanaz az élmény, mint amikor élőben csillan meg az ecset vonásokon, az ecset ugye azoknak ilyen mélysége is, meg egy kis, ilyen kis tere is van, ugye. Meg hát Munkácsról egyébként tudni kell, hogy neki az a tragédiája, hogy ő olyan technikát, illetve olyan alapanyagokat használt a festés során, amiről tudni lehet most már, hogy egy idő után ezek a színek el fognak tűnni. Tehát tulajdonképpen az összes festménye arra van ítéltetve, hogy egyszer csak feketévé fog válni, és az egész el fog sötétedni, mert hogy olyan anyagot használt, ami a levegő hatására így elszíneződik, és egyre sötétebbek lesznek a képei. Úgyhogy hát nézzük meg addig, ameddig tudjuk, akár így, akár élőben, mert lehet, hogy eljön majd az a pillanat, amikor nem csodálhatjuk Munkácsit élőben, vagy sehogy. Erre még a tudomány nem szerzett valami okosat, hogy akkor itt valami réteggel bevonják, vagy én nem tudom, és akkor onnantól fogva nem fog feketedni? Vagy... Biztos mennek erre így a kutatások, meg a kísérletezések, csak hát gondolom azért, most ki az, aki így ilyen nagy bátran odaáll, hogy na én most ezt a Munkácsit lekenem valamivel, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mert nyilván, hogyha meg elkezdi roncsolni, vagy még rosszabb lesz, szóval, hogy azért ez... Két élő fegyver mindig szerintem, de biztos, hogy próbálkoznak. A Mr. Bean-be tudod, amikor... Igen, rátüsszent, és csak rosszabb lesz. Nyilván fejlődhetne még ez a kiállítás annyiban, hogy az összes képe jó lenne, hogyha rajta lenne ugye ez a fehér kis karika, hogy meg tudjuk nézni mindegyiket, de ez jelenleg még nincs így, sőt ebben a teremben, ha jól látom, összesen kettőt tudunk így megnézni, és hát itt van még egy leírás, de ez nyilván nem annyira érdekes. Szóval ennek még jó lenne, ha fejlődne egy kicsit, nem tudom, hogy tervezik-e vajon ezt fejleszteni, majd meglátjuk. Nyilván ez egy rendkívül időigényes dolog, tehát ezt akkor ugye be kell, nem is tudom, hogy szkennelni, vagy, mert ezek nem hiszem, hogy fotózva vannak egyébként, tehát ugye ilyen tökéletes fotó nem létezik, tehát valószínűleg ezek valami szupermodern szkennerrel olyan be vannak víve. A következő kiállításunk, amit kiválasztottunk, az egy picivel, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy nem az, hogy kisebb, de hogy ez átfogó, de egy emberről szól, és az ő életéről. Ez még nem más, mint Szabó Magda. Kérlek szépen, neked mi jut eszedbe róla, hogyha csak így bedobják a nevét? Nyilván az Abigail például, vagy az Ajtó,
című regénye, amit ugye Szabó István vitt filmre, és Helen Mirren játszotta benne a főszerepet, és én olvastam és a filmet is láttam. Egyébként ennek sokkal minősége van, már olyan szempontból, hogyha betöltött, és most be is töltődött, egy picit várni kell mindig, akkor láthatjátok, hogy egyszerűen tűéles a kép, tehát gyönyörű szép, és ha picit így bele nagyítok, akkor is egész tűéles marad. Tehát ez nagyon szépen van felvéve, ugye ezt hiányoltam az előzőnél, hogy ott gyakorlatilag nem volt ilyen szép, amikor egy picit ráközelítettünk, de hát ugye ott kiváltotta a képekre való ráközelítés lehetősége már amelyiknél, és itt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ugye végigkövethetjük az életének a különböző részleteit, illetve ugye idézetek vannak a különböző művekből. De gyakorlatilag ez nagyon az Abigailnek, hogy az egyik helyszínére emlékeztet, ugye, ahol ott mindig ott rohangáltak ugye a szereplők ugye kint a kertben, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és akkor itt is ugye részletek vannak meg egyéb dolgok, illetve ha jól látom, ez egy speciális elemzés. Azt mondhatjuk, hogy azért ez egy kisebb léptékű kiállítás, mondjuk, hogyha egy Magyar Nemzeti Galériához hasonlítjuk. Ez egyébként a Petőfi Irodalmi Múzeumban található, és Szabó Magda születésének 100. évfordulójára nyitották meg 2017-ben, és a mai napig ez ilyen virtuális formában megtekinthető. Úgyhogy ha valaki érdeklődik Szabó Magda iránt, vagy esetleg rajong is az ő költészete, illetve művészete iránt, és kíváncsi ezáltal az életére, és akkor szerintem mindenképpen érdemes megnézni, mert egy különleges alkotóról van szó. Kérlek, beszélj egy kicsit arról, hogy hol vagyunk, és mi ez a hely most gyakorlatilag, ahol itt, mert el is kezdtem járkálni. Hogyha gondoljuk, akkor akár Berlinbe is átruccanhatunk, és hogyha Berlin és múzeum, akkor azt hiszem, hogy sokaknak a Pergamon múzeum jut az eszébe, ami az egyik leggazdagabb tárlattal rendelkező múzeum itt Európában. Rengeteg antik kincs található meg itt. Amiről talán a leginkább híres az egyrészt az a Pergamon oltár, ami található benne, illetve maga az Istár kapu, ami ugye az ókori Babilon egyik városkapuja, és az az érdekessége, hogy annó hát gyakorlatilag bőröndökbe és dobozokba szállították oda ennek az egész kapunak a maradványait és romjait, és abból gyakorlatilag évtizedekig tartó munkával rakták össze régészek, aztán újra, illetve rekonstruálták ezt az Istár kaput, ami én sajnos még nem láttam élőben, és nagyon sajnálom, de azt mondják, hogy lenyűgöző. De legalább ilyen formán van lehetőségünk megnézni, úgyhogy ezért is tök jók ezek a virtuális túrák. Egyébként amikor nézegettem a külföldi múzeumoknak ezt az opcióját, akkor egyébként rá kellett jönnöm, hogy trükkösek ezek a múzeumok, mert nagyon sok felajánlja ezt a virtuális túrát, mint lehetőséget, de nem tekinthető meg a teljes tárlat általában. Tehát mondjuk egy Louvre esetében választhatunk szinteket, egy-egy tárlatot, de például mondjuk maga a Mona Lisa, ami mondjuk a legnagyobb attrakció lenne, az például nem tekinthető meg. A Pergamon esetében viszont nem így van. Itt teljesen végig tudunk menni, gyakorlatilag egy ilyen Google Maps Street View-szerűen tudunk végighaladni a termeken és az egyes tárlatokon. Igen, ezt akartam elmondani az előbb, hogy míg a Szabó Magda és a másik esetében ugye, hogy gyakorlatilag a saját fejlesztéseket láttunk, ez különösen igaz volt talán a Nemzeti Galériára, mert én ott még speciál nem láttam, de függetlenül lehet, hogy ez is valami licenszert motor volt, de addig ugye így gyakorlatilag egy-egyben a Google Maps-et kapjuk meg, és egyébként ez nagyon jó is, tehát azért nyilván megvannak a maga előnyei egy ilyen hatalmas kiforrott motornak, és így gyakorlatilag szélsebesen tudunk mozogni. Igen, merre menjünk? Ez az Istár kapu, amiről beszéltem. Tehát, hogy ez talán az egyik legnagyobb attrakció ennek a múzeumnak. Illetve, hogyha valaki mondjuk az ilyen visszaemlékszik a 5. osztályos töri tanulmányaira, akkor mondjuk a Hammurabi törvénykönyve az eszébe juthat. Egyébként az is látható itt, de csak a másolata, mert hogy az eredeti az a párizsi Louvre-ban található. Igen, nekem ez, ami még lenyűgöző, ez a hatalmas monumentális lépcső, nem? Tehát ez is fantasztikus. Itt azért tudni kell a Pergamonról, hogy azért a kiállított szobrok, tárgyak, műkincsek nagy része az rekonstrukció, hiszen itt annyira ókori és annyira régi dolgokról beszélünk, hogy lehetetlenség lenne az, hogy ezeket eredetiben lássuk.
de hát profi munkát végeztek azok, akik nyilván ezt megálmodták, és aztán is készítették. Ez a Dalí Múzeum, ami Katalóniában található, hiszen onnan származik a szürrealizmus egyik legnagyobb művésze, Salvador Dalí, és tulajdonképpen itt egy teljes múzeumot szenteltek az ő munkásságának és az életének, és hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag maga a múzeum is kicsit olyan, mint Dalí, tehát egy eléggé szürrealista világba csöppen az, aki ellátogat ide, akár ilyen virtuális formában is, hiszen egyáltalán nem szokványos az, amit látunk. Megmondom őszintén, hogy engem technológiailag ez a múzeum nyűgöz a legjobban, tehát engem már azzal megvettek kilóra, hogy itt úgynevezett dollhouse, ugye babaház nézetbe lehet kapcsolni, és akkor gyakorlatilag látjuk így az egészet. Egészen fantasztikus, hogy ezt befotózták, ezt az egészet, és utána összerakták ugye három dimenzióban, hogy nem csak belül tudunk benne mozogni, hanem gyakorlatilag így látjuk azt, hogy hogy épül fel az egész múzeum 3D-ben. Egészen fantasztikus szerintem ez a látvány. Már itt hosszú percekig elnézeget az ember. Mondjuk látjuk, hogy mondjuk a fal mellé támasztott székekhez képest mekkora maga a festmény. Tehát, hogy ez azért segít egy picit valahogy így magunk elé képzelni, hogy milyen is lett ez a valóságban, hogy van viszonyítási alap. A hír igaz, valóban egész jó lehet már manapság különböző tárlatokat megnézni interneten keresztül, VR szemüveggel még életűbb lehet. Az persze nyilván az egyéni fejlesztéseknél az nem biztos, hogy működik, hiszen azt mindenkinek ugye magának kell leprogramoznia, de reméljük, hogy rövidesen lehetünk menni újra a múzeumokba a valóságban is.